tengermély üdvözletem a nézőknek. Ez itt a doktor Sonkuti szerint a világ negyedik kísérleti adása. A tervek ellentétben azért ebben a formában kerül ez a podcast megvalósítása, mert az egyik kutyusunkat egy kisebb baleset érte, a játék közben kiszakadt a körme, és ezért állandó felügyeletet igényel. Úgyhogy nem tudtam azokat a dolgokat elintézni, amik a módosításokhoz lettek volna szükségesek, így most továbbra is itthonról készítem ezt az adást két dolgot szeretnék ebben a podcastben érinteni. Az egyik az az, hogy egy olvasó kérésére pár könyvet szeretnék bemutatni, amelyeket olvastam és amelyek nagy hatással voltak rám. És megragadva az alkalmat, ezúton szeretnék mindenkit kérni, hogy bármilyen kérdése, észrevétele, javaslata van. Itt a videó linkje alatt, akár a Facebookon, akár a Youtube-on írja meg, hogy miről szeretne hallani, nagyon szívesen beszélek azokról a témákról, amihez értek, és amiről tudok készülni. Kezdjünk is bele! A gyerekkoromban, talán ha jól 12 éves voltam, az első olyan hadtörténelmi témái könyve, amit olvastam, az Walter Lord, a hihetetlen győzelem című könyve volt. <kül> nagyon mély hatást gyakorolt rám. Ö, nagyon jó a stílusa Walter Lordnak, és a különböző hadműveletek, különböző haditechnikai megoldások leírásakor, különböző összecsapások ismertetése mellett bemutatta a háború emberi oldalát is, tehát gyakorlatilag az összecsapásban résztvevő feleket mind a két oldalra megszólaltatta, így egy rendkívül átfogó, de ö, sosem száraz technikai leírást kaptunk arról, hogy hogyan is nézett ki a Midway csata mind a két fél részvevőnek a szemszögéből. Hasonló témájú ö, ö, Edward P. Hoyt Vér és Verőfény című könyve, ez a Midway csatát megelőző koraltengeri hordozó összecsapást mutatja be. Kicsit rövidebben, kicsit szárazabban, kicsit mondjuk így talán egy szárazabb stílusban az a legjobb kifejezésre, de mindenképpen ez is olvasmányosabb, olvasmányos. Olvasmányosabb, mint egy, mint egy klasszikus katonai leírás annak, hogy pontosan mi történt, milyen műveletek, milyen logikai sorrendben követték -e egymást. Aztán, ha valaki ilyen témáról szeretne olvasni, mindenképpen ajánlom a klasszikusokat, azokat a könyveket, amelyek már évtizedek óta kaphatóak a piacon, évtizedek óta ott vannak a háborús könyvek top listáján. Az első ezek közül, ugye Cornelius Ryan, a leghosszabb napcímű könyve, ami a partaszállás a D-Day-ről, a délnapi partaszállásáról szól a szövetségeseknek Normandiában. Itt is kapunk egy rendkívül résztes bemutatását az eseményeknek, illetve a harcoló feleknek a különböző szempontjainak. Ugye szintén ő írta, <coughs> megint csak nagy sikerrel megfilmesített a híd, messze volt a híd című könyvet, ugye ez pedig az Ánhemi ejtőernyős hadműveletnek a nehézségeit, illetve a alapvetően a bukását is bemutatja, pontosan itt is látszik, hogy milyen nehézségekkel jár egy hadműveletnek a megtervezése és a, és a lebonyolítása. Picit rátérve a konkrétabb dolgokra, az egyik kedvenc könyvem ezen a területen, az egy abszolút amerikai szempontból íródott, viszont nagyon részletes, sokszor humoros, és gyakorlatilag az amerikai gondolkodásba, az amerikai hozzáállásba, az amerikai háborús, mondjuk így alapfelfogást jól bemutató könyv, ez pedig a Kard lelke, ami gyakorlatilag azt a, <kül> azt a megközelítést ábrázolja kitűnően, ahogy az amerikai társadalom és az amerikai döntéshozók a háborúhoz állnak. E, másik ilyen könyv, ami sokkal aktuálisabb, hiszen a Kard Lelke a jól emlékszem a 80-as évek végén íródott. ez pedig sajnos angolul van és nem meg magyarul, de az egyik legjelentősebb e, elemző Colin S. Gray-nek az Another Bloody Century e, című könyve, ami gyakorlatilag a 2000-es évek elején íródva mutatja be, hogy mi várható a közeljövőben, a közelmúlt eseményeit elemezve, gyakorlatilag rendkívül részletesen mutatja be a modern háborút, a modern hadviselést. Kicsit korábban íródott, de a mai napig meghatározó mű egyébként, Martin van Creveld, The Transformation of War, azaz a háború átalakulása című könyve. Ebben gyakorlatilag azokat a szempontokat mutatja be, amelyek a nyugat számára korábban ö, evidensek voltak, de ahogy a valahogy a fejlődésen elvesztek, hogy a háborúkat milyen okok miatt és milyen módszerekkel vívják majd a jövőben, ebben azért sokat nem tévedett Frank Revel úr, pont pont nemrég tett közzé a divelt nevű német újságban egy rendkívül lapos és meglepő következése jutó ö, elemzést az ukrán háborúról. És ö, végezetül két olyan kicsit szakkönyvet szeretnék elmondani, vagy bemutatni, amelyek azért, ö, mondjuk úgy alapművek. Az egyik ugye szunce a háború művészete, tehát ő, ő nélkül nem lehet elindulni ezen a területen. Sokszor nehezen érthető, sokszor nehezen kihámozható, hogy minden is gondolt pontosan az ókori tábornok, de azok az alapvetések, hogy mondjuk a, a, az támad jól, aki olyan pontot támad, amit nem védenek, illetve az védekezik jól, aki olyan pontot véd, amit nem támadnak. Ezek azért a megfogalmazások ellenérés rendkívül jól fogják meg a, a, háborúknak, illetve a hadviselésnek a lényegét. Ugye Szunce a Szunca háborúnak a teljességét mutatja be, tehát a kémektől kezdve az utánpótláson át mindenről értekezik. A másik ilyen alapmű, amit keveset szoktak emlegetni, de a nyugati világnak azt hiszem talán túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy a fegyveres a Bibliája, ez pedig Samuel P. Huntington a Katona és az Állam című műve. Ami nagyon jól mutatja be azt, hogy hogy kell működnie egy modern fegyveres erőnek, hogy kell működnie egy demokratikus keretek között létrehozott, alapvetően önvédelmi célokra fenntartott ö, hadseregnek. Ezek lettek volna a könyvismertetők. A másik szempont, vagy a másik téma, amiről akartam beszélni, az pedig a, ö, ugye ma ö, január 25-e szerda van, és tegnap késő délután este jelentették be, hogy Németország Leopard 2 A6 harckocsikat küld ö, Ukrajnába ugyanakkor a mennyiséget éppként, mint amelyeket a lengyelek bent, 14 darabot, ami um, egy harckocsi század. Ez az eszköz a 2A6-os változata a Leopardnak, amely azt jelenti, hogy ez az egyik legmodernebb változat. A német hadsereg túlnyomó többsége ezzel a, ezzel a típusa van felszerelve. Na most hivatalosan összesen 312 darab Leopard 2 van a német hadseregnek, csak nagyságrendig jelzem, hogy ez az a mennyiség, amit az ukránok kértek egyébként. És Ebből 50 valahány, 54 vagy 55 darab van 2A7 szintre modernizálva. Ugye ez az a, ez az a változat, amit a Magyar Honvédség is 44 darabos erővel nem sokára rendszeresít. Ugye jól mutatja, hogy Magyarország, Németország, ugye, hogy, ahogy a térképen is látjuk, mert hogy tudjuk egyébként, ez körülbelül egyforma méretű, ezért egyforma méretű hadseregekre is van szüksége. Nyilván gúnyos voltam. De ebből a 200-220 darabra tehető 2 a 6 mennyiségből adnak át 14 darabot az ukránoknak. Ugye várható, hogy, hogy érkeznek hasonló felajánlások majd. Ugye a 2 a 6 ról azt érdemes egyébként tudni, hogy ez a változat már a hosszabb 100, 120 mm-es ágyúval van felszerelve. Úgy mondják, hogy 120 per 55 típusú megjelzésű ágyúval, bocsánat, jelzésű ágyúval van felszerelve. Ez azt jelenti, hogy 55-ször olyan hosszú az ágyú, mint maga a karibel, tehát ez azt jelenti, hogy ez az ágyú 120 mm szer 55, tehát 600, 6600 mm, az 6,6 méter hosszú. Jellegzetessége még ennek a változatnak az úgynevezett nyílhegy alakú homlokpáncél, ami elősegíti, hogy a szemből érkező lövedékek, páncéltörő, rakéták vagy, vagy ágyulövedékek, ezek nagyobb páncélfeletet üssenek át, hiszen meg van döntve a páncélzat egy ilyen furcsa ég alakú formába, és emiatt gyakorlatilag a páncélvédésége nagyobb ennek a változatnak. Ugye az igazi kérdés az az, hogy, hogy összesen mennyi darabot fognak kapni bele az ukránok. Én úgy számolom, hogy 70-100 darab leopárdot fognak felajánlani a különböző országok, és az Egyesült Államok is hozzá fog járulni a hírek szerint 50 körüli ebremz mennyisége, ami szintén egy páncelőzászlajnak a mennyisége. Ebből látszik, hogy három darab páncelőzászlajat fognak tudni felszerelni az ukránok, ami kettő-három dandárnak a páncélos erejét képviseli. Az igazi kérdés jelen a helyzetben az, hogy ez mennyi ideig tart, amíg megérkezik. Ennyi lett volna már a, a doktor Somkóti szerint a világ. Köszönöm szépen a figyelmet!